Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb tech videóban, és egy igazi gyöngyszemet hoztam el nektek mára, amely nem más, mint az Asus ROG Fusion 300-as 7.1-es fejhallgató modell. E, igazából mostanában nem nagyon volt e, fejhallgató csatornás, sőt összességében egyébként nem sok van, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném a későbbiekben bővíteni, hiszen rengeteg fejhallgató van, amit érdemes lenne megnézni. Azt gondolom, hogy ez a ROG Strix Fusion 300-as ez egy e, ilyen termék, úgyhogy először is szeretném megköszönni a Foramaxnak, hogy biztosított nekem egy ilyen terméket, hogy le tudjuk tesztelni. Úgyhogy skacok, szerintem ne is húzzuk tovább az időt, nézzük meg, tartsatok velem! Először is azzal kezdeném, hogy szerencsém volt két hétig ezt a füles tesztelni, volt rajtam élőadások alkalmával, valamint a videó készítése során is ezt használtam. Meglepően tapasztaltam, hogy hordása kényelmes, nem nyom még hosszú idő után sem, szerkezete könnyű, így amikor felveszed, olyan érzésed van, mintha rajtad se lenne. A füleshez két remek párnafajtát találsz a dobozban, mely tökéletesen illeszkedik a fülethez, az egyik a szokásos kiség, gumistapintású bőr-műbőr, a másik a szövet. Aki szereti a totális csendet, nem kíváncsi a háttérzajokra, amelyek beszűrődhetnek mindenképpen a bőrt ajánlanám, viszont ez kevésbé is szellőzik, de amire kitalálták arra tökéletes, nem igazán hallatszódik benne semmi. A másik a szövet teljes levegőzés biztosít a fülnek, így nem izzad rá, remek komfortot biztosít. A párnák cserélhetőek, így ha használat közben bármi probléma adódna velük, egy egyszerű csere után ismét új érzésed van vele kapcsolatban. Meglepően tapasztaltam, hogy nem csak a párnák kapcsán van választási lehetőségem, hanem a kábelek kapcsán is. Tartozik hozzá egy három és feles jackdugó kábel, ami hát nem mértem le, milyen hosszú, de nagyjából két-két és fél méter lehet, illetve egy USB kábel, ami szintén nem rövid méretű, tehát elég nagy a mozgásteret biztosít felhasználójának. USB használat közben a füles két oldalt világít, nagyon menő néz ki, mivel van kábelválasztási lehetőséged, ezért gyakorlatilag bármilyen termékkel használhatod, konzollal, PC-vel, tablettel, telefonnal, aminek van jack vagy USB kimenete, azonnal csatlakoztatható. A fejhallgató kerete, ahogy már említettem, nagyon könnyű, fejtetőnél egy szövetpárna biztosítja a teljes kényelmet. Oldalán lent található egy gomb, amivel az ő szokásos 2.0-ás hangok mellett az igencsak durva 7.1-es hangzás is elérhető. Számomra abszolút meglepetés volt ez az 50 mm hangsugárzókból kijövő hang, durva basszus, remek érces magas hangok, egy szóval tökéletesen visszaadja a játékok és a zene adta élményt. Mikrofonja kihajtható, könnyedén mozgatható és egy kattintás után visszacsukható, úgyhogy észre se veszed, hogy ott van. Na már remélem, hogy sikerült egy teljes összképet kapni erről az Asus Fusion 300-as fejhallgatóról. Én így most már, hogy használom két hete, abszolút csak pozitívumot tudok róla elmondani. 7.1-es is, 2.0-ba is tudod használni, USB-s, dugós, cserélhető párnás, kényelmes, könnyű, gamer, világít. Szóval igazából azt gondolom, hogy mindent tud biztosítani, amit ezért az árkategóriáért biztosítani kell egy fejhallgatónak. Nekem, ami még nagyon fontos, és talán azt még nem mondtam el, hogy nem bumszli, tehát én nem szeretem azokat a nagyon-nagyon bumszli fejhallgatókat, amit így felveszel a füledre, és így bam, hanem én szeretem, hogy egy kicsit így rásimul, ott van a fejeden, de, de valahogy úgy mégse úgy nézel ki, mint valami, mint valami hülye. Úgyhogy nekem, nekem ez is abszolút -e pozitívum, a hangszorokkal teljes mértékben meg vagyok elégedve. Úgyhogy összességében nálam ez a füles átment a testen Nagyon-nagyon jó, nagyon ajánlom mindenkinek, úgyhogy aki szeretné ezt a fejest megvásárolni, a Foramax-nak a weboldalán, amit megtaláltok a videónak a leírásában, meg tudjátok venni, illetve meg tudjátok nézni, is egyébként vannak egyébként a Fusionnek más kategóriái is, azokat is csekkoljátok le. Van 500-as, meg van 700-as, remélem, hogy majd arról is tudok tesztet csinálni, és akkor megpróbáljuk így összehasonlítani a Fusion különböző kategóriáit. Hogyha tetszett ez a videó, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és már most nyomni egy hatalmas nagy lájkot. E, ígérem, hogy lesznek még tech videók, illetve akkor nem sokára találkozunk egy live-ban vagy egy videóban. Én Jussi voltam, köszönöm, hogy megnézted ezt a videómat is. Szia!